Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Jó estét kívánok! Önök megfeszített figyelemmel nézik a háttérképet Boros Imrével és Bogár Lászlóval. Tisztelet az uraknak! Jó estét kívánok! Egyre izgalmasabban alakul az amerikai elnökválasztás itt a véghajrában. Most csak annyit dobnék föl itt hirtelen, hogy előkerült 4 millió amerikai szavazópolgár, aki nincs. És Trump egyebek mellett ezt is kifogásoltam, meg még sok mást is, majd nyilván végigmegyünk a listán. Olyannyira, hogy például most a tegnapi legutolsó elnökjelölti vitában, ahogy ezt megírják a Soros Zsoltban álló honlapok és újságok, nem, elkövette azt a szörnyű bűnt, hogy nem volt hajlandó kimondani, hogy el fogja fogadni a választás végeredményét. De hát ugye tegyük fel a kérdést, miért kéne elfogadnia, ha például van 4 millió csak papíron létező választópolgárok? Egyébként rajta van a listán, csak egyébként meg nincs. No, urak. Hát gyakorlatilag ugye a választ, tehát amióta szerintem választások vannak, kisebb-nagyobb mértékben vannak csalások is. Mindig a mérték a kérdés. Én úgy tudom, hogy minden normális demokratikus államban büntetik a választási csalást, még pedig nagyon komolyan. Ennek ellenére kisebb-nagyobb esetek vannak. No, de mégis azért 4 millió nem létező polgár egy olyan választási rendszerben, ahhoz nagyon relaxálta lehet választogatni. Regisztrálsz, nem regisztrálsz, teljesen mindegy, hogy akkor utána elmész, és akkor bedobod az urnába, vagy nem dobod, vagy bedobod az urnába, egyes lehetőség. Levélbe szavazol, előre szavazol, interneten szavazol, stb. Na most, hogyha csak az lenne a rendszer, hogy az vesz részt a választásban, aki elmegy, aztán bedobja, az kész, semmi más, akkor ezzel nem lenne baj. Na de most ugye a modern körülmények között, hogy a néző is értse, meg hát érti nélkülünk is, de azért elmondjuk mondjuk frissítésként. A 4 millió nem létező szavazó mondjuk mind interneten fog szavazni, hát azt nagyon jól meg lehet kompjúterprogrammal szervezni, ha a címlista is adott, tehát kik az illetők. És 4 millióval még az Egyesült Államokban is döntő hatást lehet, főként ha azok egy irányba mennek, gyakorolni. Ugye? Ja. Tehát ez egy ilyen jelenség, de hát azt is hallottuk, szintúgy, hogy kiderült, hogy 16 államban a választások végeredményét számolgató és összesítő kompjúteres rendszerek üzemeltetői, azok soros érdekeltségek. No hát akkor beidézném annak idején Josif Viszárionovics Sztálin ide vonatkozó dolgát, aki igazán imádta a választásokat, meg a szavazásokat, de egy idő után rájukunt, és azt mondta, hogy nem az a lényeg, hogy hogy szavaztok pajtikáim. Az a lényeg, hogy ki számolja. Na most ebbe a 16 államba, hát olyan kisebbek, ugye, ahol a kisebbek idézőjelben, Kalifornia, Florida, ilyesmik vannak benne, ahol, hogyha szintén jól számolják, akkor nem lehet kétséges. Tehát van annak alapja, legalábbis az aggodalomnak van alapja, és hogy mondjuk egy ember, mint Trump, aki azért mégis milliárdos, tudja a jogi eljárások valamit, nem mond ki valamit, vagy hogyha kimond, tudja, hogy minden szavának van súlya, meg jogi következménye, valószínűleg már olyan dolgokat tudhat, lehet a tudomása róla, amiket még hivatalosan nem lehet kimutatni, ami alapján hát nem annyira lelkesedett, hogy kimondja, hogy elfogadja majd a végére. Ugye egyebek mellett az is kiderült, hogy a demokraták ilyen fizetett provokatőröket küldtek a Trumpnak a választási gyűléseire, amik jól is végezték a dolgokat, emlékezzünk vissza, ahányszor Trump megjelent, mindig verekedésbe torkollott, és most lebuktak, kiderült, hogy ezt demokraták maguk szervezték.
mi szép dolog. Lebukások után, akit kirúgtak a stábból, aki a főszervező volt, az pedig elkezdte a Trumpot gyalázni. Micsoda disznóság, hogy csak úgy lebukok, érted? Na most az van az én kérdésem, Laci, hogy vajon most került például, most került elő hirtelen 4 millió szavazó, aki nincs, vagy ez a 4 millió nem létező szavazó, ez standard benne van az amerikai választási rendszerben, csak most valakik valamiért úgy érezték, hogy tényleg koborítsuk ki a bilit, az derüljön ki ez is. Hát nyilván az utóbbi a valószínű, a július-augusztus óta, amikor ugye végleg eldőlt, hogy akkor valóban ez a két személy lesz, előtte is azért sejteni lehetett, hogy ők fognak megküzdeni, de ahogy ez eldőlt, egészen a, hát az utóbbi hetekig, ahogy itt beszélgettünk róla, azért volt egyfajta bizonytalanság arra nézvés, és nyilván nem csak mi voltunk bizonytalanságban, hogy akkor most a globalogazdített, szóval ez a globális szuperstruktúra valójában mit is akar igazából. A dolognak világtörténelmi jelentősége van abban az értelemben, hogy valóban olyan iszonyú kihívásokkal néz szembe maga a világ, és erről nagyon sokszor beszéltünk, meg a birodalom is, hogy akár arra is lehetett számítani, hogy itt valóban nagy, most a szó nemes értelmében dráma fog lezajlani, de nem ez zajlik, hanem egy inkább unalomba fulladó ócska, tényleg. Tehát egy unalomba fulladó ócska szappanopera, még amerikai körülmények között is ócska szappanopera. A dolog lefutottnak látszik, tehát azért az elmúlt mondjuk két hét feleményei alapján ez teljesen egyértelmű, hogy és szerintem az amerikai közvélemény fásultságán is érzékelhető, hogy tudomásul vette, hogy úgyis a Clinton lesz és kész. Tehát teljesen mindegy, a Trump ezek szerint inkább csak bohócnak lett beállítva, hogy legyen valamiféle ellenpont. Tehát nincs már igazán jelentősége. Úgy látszik, hogy még ezt is megengedik. Tehát bizonyos értelemben véve én ebben egy ilyen cinikus arcúcsapást látok az ilyesféle dolgok kiderülésébe, hogy világossá tegye a választópolgárok számára, hogy és egyébként pajtikáim az Imre szóhasználat, azt csinálunk, amit akarunk. Tehát ilyen értelemben véve a rendszer logikailag nem sokban különbözik a legsötétebb sztálinizmustól, csak legfeljebb egy hihetetlenül komplex, felhabosított, látványosított spektakularizáció, ahogy a média elmélet mondja, a cirkusz veszi körül, de a cirkusz belsejében tulajdonképpen ugyanaz a kőkemény hatalmi logika dolgozik, mint akár mondjuk a sztálinista rendszerekben ez is. Ez egy olyan érdekes sztálinizmus, ami féktelen szabadságnak csomagolta magát. Álcázva, igen, körülbelül ennyi történik. Egyebek mellett, ha már... Miközben egyébként van valóságos tétje, tehát ugye ezt nem győzünk eleget mondani, hogy ami a világra vár a következő években, az a legfinomabb jelzőket használom, és azt kell mondanunk vérfagyasztó, ennek következében iszonyatos nagy tétje volna. De bocsánat, ugye az is lehetséges, ezt is érintettük itt, hogy ennek a történetnek a lényege inkább arról szól, hogy az amerikai elnök egy ócska bábfigura, amit persze eddig is tudtunk, az, hogy Ronald Reagannel erővarázsoltak egy harmadrendű western színészt, ezzel nyilván már akkor jelezni próbálták, hogy a dolog kizárólag látványtechnika, amit lehetőleg ripacsokkal próbálunk eljátszani, mert azok még pontosan azon a primitív szinten játszanak, ami nektek hülye amerikaiak pontosan jó. Tehát 30 éve tulajdonképpen folyamatosan ez zajlik, teljesen súlytalanná vált, nemhogy lelőni nem érdemes most már, mint a régi szép időkben, ugye, amerikai elnököket, ahogy Bástya elvtárs is mondta, hogy mi van már Bástya elvtárs ellen senki nem akar, nem mert én lehet elfogad, mert nem is számít. Már és valószínű tényleg nem számít. Tehát, hogy valójában nincs már jelentősége, de valahogy az ember mégse tud ezzel megbarátkozni, mert azért formálisan mégiscsak annak a személynek a kezében vannak bizonyos elképesztő erejű. Az egész világ sorsát befolyásolni képes döntési jogosítványok, tehát egy nagyon, nagyon különös, tényleg olyan az egész, mint valami rossz és zavaros rémálom, az ember szeretné, ha felébredne belőle, de a jelek szerint ez sajnos a valóság, és nagyon-nagyon nehéz most megmondani. Nyilván Clinton lesz a maga cinikus hamis realizmusával, aki automataként végre fogja hajtani azt, amit mondjuk elsősorban ennek a globális hatalmi struktúrának a legsötétebb, elsősorban ugye Soros György által fémjelezett, amiről körülbelül sejtjük, hogy mi lesz a következménye, ez a lehető legveszélyesebb forgatókönyv, amit egyáltalán csak el lehet képzelni. Az egész világ számára. Egyébként, ugyebár,
demokrácia nagyobb dicsőségére a napokban az Assange-nak a elvették tőle az, ja, az internetet, hogy szabadon áramolhasson az információ. Gyönyörűen meg is indokolták, azt mondták, azért veszik el Assange-tól az internet hozzáférést, mert hogy befolyásolja az amerikai választásokat. Csak hát ilyet hallottunk magyar belpolitikában, és azért nem mondták meg, ugye annak idején, 2006-ban a valós pénzügyi teljesítmény számait, nehogy befolyásolja a választ. Ez korrekt, persze. Nem? Te ezt nem így találod? Na, Assange története az egy kicsit érdekes, ugye? Mert 10 éves évfordulóját ünnepelte nemrég ez a WikiLeaks nevű képződmény, mert előtte is voltak szép akciók, Assange és barátai nevéhez fűződő akciók. Említeném azt, amikor ugye élesbe kihozták egy olyan jelenetet, hogy Irakba szépen egy halomembert legépuskáztak fölül a levegőből, holott az égvilágon semmi veszélyt nem jelentettek, fölrobogattak ott mindent, és ez kiment az internetre. Tehát, hogy egyáltalán hogy járnak el, a hadijogot betartják. Ez volt az első. A második, ez a Manning-féle menet, amikor a kis őrvezető, az a legalsóbran, az a csontgenerális, hogy egy csillagocska van itt. Egy krumpli virág. Egy krumpli virág kimentett egy halom adatot, többek között nem tudom, hány százezer diplomáciai izét, ahol azt írták, ez az államfő, egy tök fej, tudom én. Tehát az eljutott hozzájuk, és ki is tették, úgy tudom, a Guardian segítségével, meg más lapok, Spiegel, kirakosgatták az internet, az az első belépő, és hát folyamatos. Aztán bemenekült, ugye kitaláltak valamit, hogy annak idején megerőszakolt nőket Svédországba. Hát ugye ezek az erőszakolások is érdekes dolgok. Vannak erőszakolók, ezt én nem mutatom. Föl nem merült, ahogy elkezdett kínos papírokat kiszivárogtatni, az erőszakoló. Az a halom nő is, a három nőről van szó. Trump, ahogy beírta Clintont, hogy rögtön kiderült, hogy egyrészt miket mondott az öltözőbe. Hát fúj, Robi, akarom. Másrészt meg sorra elkezdtek jelentkezni a nők, akiket ő megerőszakolt, meg tapogatott. 10 évig nem is, vagy 15 évig. 420 évvel ezelőtt. Egyáltalán nem jelentették be semmi. Na ott is ez volt, hogy a svédek néha, hát igen. Mondta, hogy igen, volt mind a három nővel, de hát nem erről szól a történet. Akkor nem tűnt erőszaknak, lányok. Akkor egyáltalán nem. Na most utána viszont annak tűnt. Bemenekült az ekvátori követségre, kapott ott jogosítványt, hogy ott legyen, majd onnét üzemelteti szépen békében a szerverei, a dolgait, és akkor most hát nyilván oda szóltak, ahogy szokták mondani, oda szóltak, hogy na Ekvádor, most elég ám ebbű, és akkor elvágták a madzagot, de hát ahogy én tudom, változatlan üzemel a rendszer, azért mert persze, emergency megoldások vannak. Érdemes lenne elgondolkodni, igen, hogy 10 éve miért üzemelhet ez a rendszer, szóval tehát egy brutális, globális rendőr, szuperállam, globális szuperállam a világ ma valójában, amelyik nagyjából 5 perc alatt végez mindenkivel, akiről úgy gondolja, hogy azzal végezni kell. Tehát ha ezzel nem akartak végezni, akár fizikailag is, akár úgy, hogy akkor ne tudja küldeni ezeket, mint például most is, akkor nyilván ezt bármikor megtették volna. Annyiban, és ez az egész folyamatot, tehát amire az előbb céloztam, ezt az egész a 30 évet áthatja, az a törekvés, hogy ezek mögött a folyamatok valójában, és most a két elnök jelölt, hogy végül is azért mindegyikkel kapcsolatban, jó, nyilván Trump az elsődleges célpont, de azért mindegyikkel kapcsolatban épp elég sötét, pusztító dolog elhangzott. Kivéve a hivatalos sajtót, Laci. De azért vegyük észre, hogy az egész mögött 40 éve egy rendkívül tudatosan végiggondolt stratégia zajlik az egész politikai osztály lejáratására. És ennek önmag, most nem mentegetni akarok senkit, nem minthogyha ma már sajnos nem érdemelné meg a politikai osztály, de bizonyos értelemben érdemes lenne végig gondolni azt is, hogy mi van akkor, ha ez önbeteljesítő jóslattá vált. Tehát 40 éve elkezdték darálni, hogy mindegyik ócska, mocskos, úgy, ahogy van, lop, csal, hazudik, és hát nem véletlen, hogy a politikus viccek azok döntően erre, hogy lop, csal, hazudik. Tehát gyakorlatilag a politikus az elmúlt 40 évben, azért ez mondjuk
egy Roosevelt idejébe, vagy szóval még a háború után egy-két, vagy persze Churchill, ezen Helmut Schmidt, szóval azért, igen, tehát így van, tehát azért az 50-es, 60-as évekig azért ez nem egészen így működött. Ugye beszéltünk arról, hogy általában is eltűntek a tekintélyek, ugye Kodály Zoltánt említettem, hogy mondjuk a 60-as évekig nagyjából azért voltak olyan személyek Magyarországon is, akikkel kapcsolatban tök mindegy, hogy miféle törésvonalak mentén esik szét egy társadalom, de azért ezzel a személlyel kapcsolatban mindenki csak a legnagyobb áhítat és tisztelet. Nyilván, na most ennek vége. Tehát gyakorlatilag nincs senki, de tényleg senki. És te szoktad mondani, aki, hogy Kodály Zoltán, mikor mondta Réki Rákosi idézt, csak van, be. Aki, hogy persze, tehát ugye... Hallottam én magáról sok rosszat. Kodály még mert neki válaszolni. Én is magáról. Jó, nyilván azért ez is hozzájárult ahhoz, hogy persze ilyen tekintély lehetett, de vegyük észre a rendkívüli veszélyességét annak a folyamatnak, és ez kielezett történelmi helyzetekben azért lesz, már most is az persze, lesz rendkívül veszélyes, mert nem lesz senki. Senki. Tehát amikor éppen szétroncsolja saját magát egy emberi közösség, akkor nem lesz senki sehol, se a helyi társadalomban, se a világ egészében, akinek a szavára mindenki elcsitulna, és legalábbis végig gondolná az, hogy talán mégis érdemes lenne elgondolkodni azon, amit van. Ez nem veszélyes, ez végzetes. Igen, ez végzetes. Ez végzetes, és ezt köszönhetjük többek között annak a hamis piedesztára emelt és szabadnak hazudott sajtónak, ahol ótvaros kis nyíkhajok azzal töltik az életüket, hogy mindenkit összemocskoljanak. És ettől érzik magukat okosnak, szabadnak. Azzal a kijelentéssel, hogy az egy nagyobb, negyedik hatalmi ág, ugye az hivatalosan ki lett jelentve. Hát nálunk hányszor idézték be ezt, hogy hát a sajtó, és hogy a sajtó az, aki, hát a kutya nem válasz, persze tudjuk nagyon jól, tulajdonosok által működtetett, effektív, pénztermelő ágazat is adott esetben, direktbe is termel pénzt, meg indirekt is. Hát tehát akiket lehúz, indirektben lényeg. Azért mondom, hát így finoman fogalmazva. Belevágok, ezzel úgyis át fogunk menni a következő részbe, de essünk túl rajta, mert szerintem itthon is sokan fölkapták a fejüket, még hogyha nem is lett ebből olyan nagy vezető hír, legalábbis eleddig, hogy Romániában a deviza hitelesek hitelét azt úgy lejesítették, hogy a hitel megkötéskor érvényes árfolyamon. Na, amit tegyük hozzá, teljesen logikus is. Persze, csak ugye azt is tegyük hozzá, hogy ez Magyarországnak konkrétan meg volt tiltva. Itt olyan kirántották a kardot, hogy még a kormányzati emberek, akik ezügyben pozitívan szóltak, nem akarok itt most neveket említeni, és meglettek hazudtolva ténylegesen, és nem a kormány, hanem betolták a jogi fórumokba, amikor is a legfelsőbb jogi fórum úgy járt el, mint hajdanában az egyik főnök a Nemzeti Bankba. Mondtuk, hogy egyik kolléganőnk az piálgat, nagyon jó képességű volt, de hát úgy romlott a kép, és hát ott húzott be éppen egy felesre, meg egy sörre. Mondtuk neki, hogy Miska, hát most megy be a hajnalka, ő nem látja a fától. Mi láttuk? No, hát... Na jó, csak ugye, majd aztán... Bírók nem látták, kifejtjük a második részben. Az árfolyamkockázatot nem látták. De csak néhány tény, tehát ugye Romániának megengedték, hogy belépéskori árfolyamon lejesítse a saját deviza hiteleseinek a hitelét. Magyarországnak ezt nem engedték meg. Úgy kellett Késhegyre menő harcot vívni, hogy egyáltalán valamilyen árfolyamot ki tudjuk. Miközben ez az a Románia, amelyik gyakorlatilag egyfelől a CIA műveleti területe, másfelől a világ... el is mondod. A Világbank műveleti területe iszonyú hitel nyomja a Világbank részéről. A Világbank hetente Bukarestben mondja meg az aktuális román kormánynak, hát azért van szakértői kormány, most már mennyi ideje? Ráva évek hát óta... Hosszú hónapok óta... Évek óta ostorozzák őket, hogy liberalizálják a lakossági gázárat is, mert a nagy fogyasztóit már liberalizálniuk kellett, most a lakossági gázár ügyben verik őket.
működtet a CIA egy DNA nevű korrupció ügyességet, ami arra van kitalálva, hogy felszámolja a komplett román politikai elitet, akkor innentől... Mármint, bocsánat, azt a részét, ahol a kockázata fennáll annak, hogy netán önálló nemzeti politika is folytatható, és ha ránézünk a térképre, azért Románia és Bulgária elég közel esik ahhoz a térséghez, ahol már is zajlik egyfajta harmadik világháború, ennek következtében azért nem annyira nehéz megérteni, hogy miért. A hátterét azt nyilván tudjuk, igen, de akkor... jelenállás szerint és ezen tényeket egymás mellé rakva úgy tűnik, hogy Romániának azért engedték meg, hogy a belépéskori árfolyamon lejesítse a devizahiteleseinek a hitelét, mert a lakosságot így akarják kvázi, hát legalábbis kicsit elcsendesíteni. Pacifikálni. Hát, több mindent megengedtek nekik. Az IMF együttműködésnek a feltétel lazításait is szépen sorozatba, arról nagyon kevés hír érkezik. Érdekes módon magyar sajtó erre nem figyel. Nekünk ilyet annak idején meg nem engedtek volna, ugye? És azt is megengedték, hogy közben szépen emelkedtek a reálbérek, miközben az IMF nyomja a fejüket. Persze. Tehát gyakorlatilag egészen más kezelés, tehát a népességet pacifikálni kell, mert mit izgatja a választó 95%-át, hogy a főnököket cipelik el, adott esetben némelyiket egyébként jogosan. Sőt, ha ő neki egy kicsit jobban persze. megy, még inkább örül is neki, azt mondtam. Úgyhogy azért azt is tegyük hozzá, hogy Romániából nem a hivatalos statisztika, hanem nem volt, 7 millióan vándoroltak ki az elmúlt 15 év során, és a demográfiai mutatói sokkal rosszabbak az most egyébként szintén igen, nagyon rossz magyar mutatóknál. Igen. Rövid szünet és jövünk vissza. Folytatjuk a háttérképet Boros Imrével és Bogár Lászlóval, és kicsit még maradjunk Romániánál, csak így a geostratégiai környezetet nézzük meg. Többek között azt, hogy miért annyira fontos az Egyesült Államoknak, miért vált hirtelen olyan fontossá Románia, hogy gyakorlatilag, ahogy ezt már egy évvel ezelőtt a Válasz megírta, úgy fogalmazott a Válasz akkor egy évvel ezelőtt, hogy Románia ma amerikai műveleti terület. És hát sajnos ez nagyjából fedés a valóságot. De ugye itt feltehetőleg arról van szó, hogy a hagyományos szövetséges és partner a NATO-ban Törökország, Erdogan és az iszlamizálódó török társadalom okán értelemszerűen egyre megbízhatatlanabb partnernek tűnik fel az Egyesült Államok számára. Így egyáltalán nincs már 100%-ig biztosítva a Fekete-tengeri kikötő és a jelenlét a térségben az Amerika számára. Kellett keresni gyorsan egy másik megbízható partnert. Ez tűnik fel Románia személyében, képében, ahol már Konstancába a világ pénzét beleölték, ott komoly fejlesztések zajlanak, például hadi kikötő tekintetében, és érdekes módon természetesen amerikai tőkéből történik mindez. De mivel, ahogy te is mondtad helyesen, azért a román politikai elit sem 100%-osan megbízható az amerikai fél szemében, oldaltól tök függetlenül, teljesen mindegy. Hát erre azért van történelmi tapasztalat. Mondom, a németekkel eszmét cseréltek. Persze. Igen. Áttekintették az elmúlt 100 év ide. Az a fázis zajlik, hogy cseréljük le a politikai elitet. Igen. És majd kiképezzük a megbízható politikai elitet. Ezért működtetik a DNA-t, aki tényleg, éppen most bátorkodok erről, napokban jelennek meg ezek a cikkeim pont Romániáról. Ott tart ma mondjuk a román önkormányzatiság, hogy a román polgármesterek teljesen mindegy, hogy román-román, vagy romániai magyar polgármester, vagy magyar lakta, vagy oda át a túlvégen, teljesen mindegy. Gurig a WC-papírt nem mernek venni, mert attól félnek, hogy ha vesznek egy gurig a WC-papírt, akkor másnap bekopog a DNA, és bilincsbe elviszik őket Bukarestbe, a börtönbe. Ugyanis ez zajlik.
kevesebb részt, jóval kevesebb részt megalapozott valódi bűncselekmények alapján, korrupció alapján visznek el embereket, négyötöd részben meg totál koholt, nem létező vádak alapján. De az mindenképpen jó, és ez különösen igaz egyébként a magyar polgármestereket, ha már kössük össze a kellemest a hasznossal. Ugye már az összes magyar, nagy magyar székelyföldi város első emberét elvitték, kezdték a Rádújjal Csíkszeredán, elvitték a Gyergyószent Miklósit, elvitték a Sepsiszentgyörgyit, most a kolozsvári alpolgármestert. Szóval egészen elképesztő, ami ott folyik, és mindez persze, hogy te is mondod, el van adva a népnek, hogy hát hol, de milyen jó, hát visszük el a korruptakat. Hát most ugye a Taricsánot csörgetik, aki volt miniszterelnök is. És ő be is szólt, hogy elege van a DNA-ból, és hogy mindenki nem, kapjon már fejéhez. Nem, kimondta, hogy ez egy kívülről mozgató. És hál' Istennek úgy tűnik, hogy egyébként mondjuk a székelyföldi magyarság körében is működik az önvédelmi reflex, mert elvitték a Rádújt. Most újra választotta. Aztán olyan többséggel választotta újra a saját szavazó társadalma, hogy ahogy csak úgy fütyül. Úgyhogy gyakorlatilag egy diadalmenetbe ment vissza polgármesternek a városházára. Igen. És ezt megcsinál, ez Sepsiszentgyörgyön is, mindenhol ez folyik. De ettől függetlenül, igen, Románia ma az Egyesült Államok műveleti területe. Ami azért furcsa, mert lehet mindenfélét mondani amúgy 150 évre visszamenőleg a román politikai és értelmiségi elitről, de egy dolgot nehéz volt róluk elmondani. Nemzetileg baromira ezek oldaltól függetlenül a román nemzeti érdeket tűzzel, vassal, aljassággal, hazugsággal, árulással, helyzetből mindenhogy, de bírták képviselni. Egy hajtófát nem értek a 16-os hadműveletük, erre megkapták Erdélyt. És össze minden. Még egyszer mondom, tűzzel, vassal, ésszel, fifikával, ezzel a fanarióta görög-bizánci balkáni furmánnyal, és árulással, hazugsággal, aljassággal. Hát meg a mi elitünk de a nemzeti egy részének az aljas közreműködésével. De a román nemzeti érdek volt mindig is a mindenek feletti. Tehát akkor hova teljes, lett? Akkor okay, az egészet lekettek. Hát nyilván létezik, tehát ahogy te is igaz, nem túl sok példát tudunk egyelőre erre mondani, de azért az valószínűleg látszik, hogy minden ilyen helyzetben, nyilván a mindenkori birodalmak, maga Amerika is azért számos ilyen kőkemény struktúrát épített fel Eurázsia számos más országában is, azért ezek mind tragikus véget értek. Tehát nyilván ennek is valami nagyon súlyos bukás kevés lehet. Kevés a siker, amit Amerika ezügybe fel hát tud mutatni. Így van, tehát végül is a dolog valahol visszaüt, de az kétségtelen, hogy mondjuk egy évtizeden keresztül biztosan működtethető. És közben nyilván azok az immunreakciók, amelyek ez ugyanis szellemi értelemben biztos, hogy nem veszett el, tehát egészen bizonyosan jelen van. Egyelőre, és ez is azt látszik bizonyítani, hogy a túlerőt érzékelik. Tehát az, hogy ezzel nemhogy frontálisan szembeszegülni nem lehet, hanem egyelőre még a morgolódások szintjén se nagyon, hanem én azt feltételezem, hogy azért a mélyebb rétegekben zajlik valamiféle olyan értelek szerkezeteknek a kialakulása, amely ha eljön az idő, akkor azért... Én ennél, bocsáss meg Imre, csak ne feledd szabad, én ennél rosszabbat sejtek. És akkor elmondom, hogy mit. Nekem is vannak szép összeesküvés, jól fejlett összeesküvés elméleteim. Én ugyanis azt sejtítem az ügy mögött, hogy nincs elfelejtve a román nemzeti érdek. Hanem mi van? Az van most, ugye a románok, mind a politikai értelmiségi elit, mind a román nemzet a mai napig nem tett le, és nem is fog letenni a még nagyobb Románia, az igazi nagy Románia álmáról, amely alatt az értendő, hogy Moldáviát ők Romániának tekintik. Hát ez meg nem is lett hívják, fogalmazva. Ők, Basescu megfogalmazva. Basarab, Beszarábia, az egykori Beszarábia, az román föld az ő szemükben. És Moldáviában, mivel hogy az Egyesült Államok hadserege jelentős létszámban megérkezett Romániába, ma Moldávia egy kvázi ütköző zóna Oroszország és az USA között. És én attól tartok, hogy a
román elitnek az lett mondva amerikai részről, hogy mi most mindent megcsinálunk, ti befogjátok a pofátokat, de előbb-utóbb megkapjátok Moldáviát. Én ettől félek. Erre az egyébként kapható. Hát ugyanez volt az első világháború előtt. Így kapták meg Erdélyt is. Beígérték nekik, ők csináltak egy hadműveletet, ami hajítófát nem ért, hasznot nem hozott az Antantnak, mégis megkapták Majd a II. Világháborúban hátba szúrták megint az összes létező szövetségegyüket, akik voltak. Igen, de ha meg lett nekik ígérve Moldávia, hát azért nem gondolnám, hogy az a Moldávia, amely egyébként teljes politikai elitjét tekintve orosz tudatú és orosz identitású, a nép meg... És akkor még ott van, hogy abból lenyesett is Transnisztria, el ne felejtsd, az a kis csík. Szóval azt nehezen tudnám elképzelni. Még bonyolultabb. Nehezen tudnám ahol meg az orosz hadsereg van ott, meg az orosz... Nehezen tudnám elképzelni, hogy Putyin majd azt fogja mondani, hogy jobb Moldávia, tetsző parancsolat. Na vaj, itt van, pazsálus. Tessék, pazsálus. Hát, tehát magyarul egy potenciális háborús zónán ülünk, körülbelül 500 kilométerre a magyar határtól, négyre. Na, azért, ha már Putyint meg Oroszországot említetted, érdemes lenne, most ugyan friss fejlemény nincs, de azért azt nem lehet elégszer ismételni, azt a vérfogyasztó helyzetet, hogy ahogy a múltkor is beszéltünk rá, hogy 70 éve nem volt példa arra, hogy a két nukleáris szuperhatalom folyamatos harci érintkezésben Szíriában. Van egymással. Formailag persze szövetségesek Szíriában, hiszen van egy egyesség arra, hogy együtt lépnek fel azonos cél érdekében, de azért azt nem lehet nem észrevenni, hogy bármelyik pillanatban olyan katasztrófák sorozata történhet, vagy játszódhat le közöttük, ami az elmúlt 70 év legveszélyesebb konfliktusát hozhatja létre. Tehát, hogy azért azon érdemes lenne elgondolkodnunk, mert ugye most már az egész ukrán ügy, szóval tehát egyre nyilvánvalóbb az, hogy Oroszországot igenis térdre akarja kényszeríteni. Tehát az amerikai birodalom egyébként valószínűleg nem alaptalanul véli úgy, hogy a saját regnálásának a meghosszabbítása, tehát most egy agónia zajlik, ez nyilván évtized ezekig elhúzódik, egyik birodalom se akar megbukni, nyilván Amerika se, hiába tudja a világ is, meg valójában ő maga is, hogy egyik birodalom se létezik örökké, tehát 20-30 éven belül egészen bizonyosan lehanyatlik az amerikai birodalom, illetve ez a hanyatlás már zajlik, csak de facto be is következik. Nyilván nem akarja, és a prolongálás, tehát ennek az agóniának az elhúzásának az egyik döntő feltétele, ugye két döntő feltétele van, az egyik a Közel-Kelet, a másik Oroszország. Tehát, hogy mind a két helyen annak kell történnie, és ezt egyértelművé kell tennie, ez valószínűleg egy újabb 30 évet adhat a birodalomnak, ha el tudja érni, hogy mind a két legkritikusabb ponton az fog történni, amit ő akar, méghozzá csont nélkül átmegy. Hát, és ebből a szempontból érdekes valójában mindent mérnünk ebben a világban. Azért ne legyünk annyira nagyon pessimisták ilyen birodalmi ügyben, hogy akkor mondanám Fülöp-szigetet. Hát ott a teljes mértékben urai voltak a helyzetben hosszú ideig. Most a... miket beszélek? Jó, azért a történetnek nincs vége. Hát tehát nincs semmilyen történetek soha vége. Tehát egy ügyet úgymond lerendezve, 25 igen, másik meg keletkezik. Minden esetre itt vissza is érhetünk az egész beszélgetésünk elejére, mert itt válik igazán érdekessé, hogy Trump vagy Clinton. Ajaj. Mert hogy ugye Trumppal feltehetőleg a birodalmi Amerika szemszögéből pont az a legnagyobb baj, és valószínűleg a háttérhatalom is azért döntött végül is a két szörnyűség közül Clinton mély mellett, mert Trump azt mondta, hogy ő a maga részéről szeretne hazajönni. Nem érdekli a birodalmi Amerika, azt megóhajtaná szüntetni, hazajönni és csinálna újra egy erős Amerikát. Ugye ez volt a kampány szlogenje is. Az amerikaiaknak hasznot hozó erős Amerikát. A nemzetállami Amerikára Amerika koncentrál, erős, csak és ráadásul, haszna van és ráadásul jóba akar lenni az oroszokkal, ezt többször is mondta. Amiben egyébként az a logika van benne, hogyha a végsőkig kitartunk görcsösen a birodalom ellen, akkor is összeomlik a birodalom, tehát a birodalomnak mindenképpen vége, de akkor még azt is kockáztatjuk, hogy ez a birodalom ráomlik a nemzetállamra, és a nemzetállam is egy 50 évig tartó polgárháborús csak beidézném az angol birodalom vég, nem óráit, hanem vég évtizedeit. Hát csak egy dolgot, egyet a sok közül. Hát ki volt, hanem Anglia az első, aki iszonyú nagy IMF
segítség. Szóval IMF hitelre szorult mindjárt az elején, holott ugye ő volt a második legnagyobb IMF támaszt. Hát tulajdonképp ketten rakták össze az IMF-et, a többi csak társvállalkozó volt, meg a kvóta befizetést és a második a brit volt, messze megelőzve mindenkit. Ennek ellenére bukdácsoltak, fontot leértékelődött, óriási IMF hitel volt, tehát rájuk is rájuk burult a ház, pedig volt idejük visszavonulni az első világháborútól. Itt pedig két nagyságrenddel veszélyesebb hát a sokkal, helyzet. Sokkal tehát... nagyobbak, sokkal nagyobbak az épületek, azok az elemei, amik ha leesnek, akkor pusztítanak. Tehát a nemzetállamnak is vége, tehát Trump bármilyen őrültség, meg bohóc mutatványnak is látszik, de azt, vagy rajta keresztül legalábbis, azok a szellemi energiák jönnek elő, amelyek igenis ezzel szembesülnek, hogyha a végsőkig kitartunk a birodalom mellett, abban a végzetesen téves hitben, hogy ez a birodalom, ha végsőkig kitartunk, mert akkor persze örökké fog létezni, akkor ezzel csak azt provokáljuk ki, hogy a birodalom összeomló romjai alatt a nemzetállam is végleges, olyan végzetes sebeket kap, amiből újra nem is lehet összeállítani Amerikát. És az a forgatókönyv, hogy maga Amerika fog szétesni, tehát a nemzetállam esik szét, egy egymással harcoló, és gyakorlatilag egész Észak-Amerika évtizedekre egy ilyen, és azért ennek egy polgárháborúba süllyed, mert ennek a gyúanyagnak a feltételei, hát most itt nap mint nap jelen vannak, tehát ami a nagyvárosokban történik, az erőszak brutális formáinak rutinszerű megjelenése azért elég egyértelműen jelzi, hogy mennyi gyúanyag van ebben az egész. Ugye eleve az állam szerkezete föderális. Ugye? Tehát meglehetősen nagy, mert többet nem tudtak, próbáltak, de nem ment. Aztán nincs egy igazán rendes pénzügyi igazgatás, mert az maszek. Ki van szervezve? Birodalmi pénzhatalmi rendszer is. Hát épp tehát, ez a legsúlyosabb, hogy nincsenek meg azok az intézményi biztosítékok, amik majd összetartanak. A hadsereg, tehát a pénzhatalom, meg a katonai erő, az birodalmi szinten van. Tehát hogyha nem teszel meg mindent is, a Trump logikája valójában, mondom, akármilyen zavaros, pontosan arra irányul, hogy a két legveszélyesebb és leghatalmasabb komplexumát, a két legfőbb pillérét, a pénzhatalmi rendszert, meg a katonai rendszert kell minél hamarabb visszafogni, és nemzetállami szint, integrálni a nemzetállami szintbe, ami egyébként tökéletesen logikus volna. Nem tudod a nemzetet, ami egyébként, hát nemzet, nation, így mondják ők is, de hát igazándiból nézzük meg, pont azok maradtak ki benne, akik ott voltak eredetileg. Az összes többi, az, ha úgy tetszik, bevándorlók. Clinton viszont olyan erők... Fajilag, vallásilag, minden módon... Clinton olyan erők tolják, akik meg épp fordítva, tehát minden létező energiát, akár kiszívva a nemzetállamból is, minden létező energiát pontosan a birodalmi két pillérre, tehát a pénzhatalmi rendszer, tehát hogy kus van, amit ki is mondattak egyébként Obamával is, hogy letörjük a kezét annak, aki nem engedelmeskedik. Na most ez a lehető legjobb jel, idézőjelbe téve az egész világ számára. Csak azért kuncolászok, mert eszembe jutott, hogy mióta az ENSZ közgyűlésben az amerikai ENSZ nagykövet asszony a 12 perces beszédéből 8 percet szentelt Bayer Zsoltnak. Ugye azóta... Ez felemelő valahol, persze, nem? Hát egyrészt a csúcson kell abba hagyni, másrészt azért mégiscsak valamit úgy mutat abból a mérhetetlen elmebeteg aránytévesztésből, ahol ezek az emberek léteznek. Tehát tényleg már annyira jó hát hely, annyira jó hely, is mennyit de szívem, annyira jó hely a világ már annyira nincsen semmi probléma a világban, hogy tényleg már csak engem meg az Orbánt kell elintézni, és már minden tökéletesé válik. Csak azért röhögtem, hogy letörik a kezedet, hogy most ez jutott, villant az eszembe, miután a nagykövet asszony képes volt 8 percet nekem szentelni az életéből, nehogy kiderüljön, hogy én hány nőt erőszakoltam meg. Ez már idő kérdése, hogy el fognak kezdeni jelentkezni a nők, édesem. Jó, ha elkezdek vigyázni. De, csak hogy vissza... Igen. Az a különbség, bocsánat, csak azért ez egy fontos dolog, tehát Trump meg közötted, az a különbség, hogy Trump egy olyan beosztásba készülődik, ahonnan leváltható. Te viszont abból a szimbolikus hatalomból, ahogyan vagy, leválthatatlan vagy, és ez okozza azt a sajátos... De lelőhető le vagyok. Viszont. Visszatérve... Akkor meg Mártír lesz belőle, szóval csiki-csuki, nem jó, nem, ez sajnos...
Figyú. No solution. Te ne röhögj, mert ugyanebben a cipőben jártunk. Mi gond, hát végül is az... Viszont van még 4 percünk, és ha már itt elidőztünk, az amerikai birodalmi Amerika hogyan van napi szinten gyakorlatilag háborús közelségben, éppen Szíriában, például Oroszországgal, és hogy ez mi veszélyeket rejt magában, amit te mondtál. Csak még egy dologra szeretném akkor itt most ráirányítani a figyelmet, hogy ennek a konkrétan Szíriában zajló ütközetnek, amely ugye 3 szereplős minimum, 3 főszereplős és 3 teljes mértékig ellenérdekelt fél mozog benne, ennek ugye komoly része a propaganda háború is. Így aztán Aleppóból naponta megérkeznek a képsorok a lebombázott kisgyerekekről. Ott borzalmas, mert hogy ott az oroszok bombáznak. Mosulban viszont vidám a hely. Egy vidám gondolat kísérlet erejéig ezt meg is írtam, hogy rettenetesen várom most, hogy az Egyesült Államok egyébként teljesen helyesen, mert hogy Mosulból ki kell írtani az ISIS-t, senki nem vitatkozik. Csak szeretném látni a rettenetes képsorokat, ahogy a moszuli kibombázott gyerekek zokognak, meg viszik a kis apró holtesteket. Már pedig szegények ki lesznek bombázva. Az ENSZ azt mondta, hogy 1,5 millió civil élete forog veszélyben, de aztán ez a mondat így beleszállt a semmibe. Gyerekek, nem lesz a CNN-en egyetlen képsor se zokogó moszuli kibombázott kis gyerekről. Ha csak a WikiLeaks megint be nem dobja magát. Jó, hát mert van jó halál, meg rossz halál, ezt tudjuk persze. Az oroszok bombáznak, az rettenetes, akkor kisgyerekek halnak meg, ha az amerikaiak bombáznak Moszulba, akkor gyakorlatilag mindenki valószínűleg anyós nyelvet fúj és konfettit szól örömébe. Én is csak erre tudok gondolni, mert hogy nem jönnek a képek, érted? Most már eltelt 3 nap, és sehol egy kép. Azt mondják, hogy akadálymentesen haladnak elő. Csapó, hát eddig nem ilyen volt. Na jó, csak akkor is. Szóval olyan szinten penetráns és undorító ez az egész, a propaganda szinten. Ráadásul annyira átlátható, annyira percenként buknak le, csak tényleg az egész világ nem foglalkozik. Csak úgy ezzel. Tűnik, hogy nem számít. Meg kit érdekel? Hát az érdekel. Szerinted kimész az út, kimész a Tököli útra, és megkérdezel 10 embert, hogy mondja, mit szól ahhoz, hogy bombázzák Moszult? Szerinted hány fogja azt mondani, hogy erről van szó. Hát mert csak az van, tehát olyan helyzetbe került a világ, hogy csak az létezik, amit a média lehoz, és csak úgy létezik, ahogy a média lehozta. Tehát én azt mondanám, igen, negyedik hatalmi ágnak mondják, tehát teljesen egyértelmű, hogy 3000 év óta a média a leglényegesebb. Tehát, hogy mit mutatsz meg valóságnak, hát a római birodalomban a gladiátor játékok meg az arénákban, de ugyanaz volt a tévé, tehát az volt várjuk, a globális hát tévé. A birodalom keleti részein arról szólt a mese, a propaganda, hogy hogy elverték Hiszpániát. Hiszpániában meg hogy megkenték a pártusokat. Holott azért fordítva is voltak szép események, ugye. Tehát azért, ez ismerik persze. Természetesen így mennek a dolgok. Csak rossz. Kicsit többet látó emberként rossz ez. Na most azért nagy gáz nekik egy ilyen WikiLeaks dolog. Még 30 ja, bocsánat, azért visszatérve, azért nagy gáz, mert ott azért, hát most már sokan nézegetik, meg ugye ezeket a videókat most már 100 000-es milliós nagyságban nézegetik. Azért a népnek van egy réteg, aki inkább ezekből tájékozódik. Úgyhogy... Sajnos nem maradt idő a kanadai európai szabadkereskedelmi egyezményre. Amit megfúrtak menet közben. Lenne. De valószínűleg még a jövő héten is aktuális lesz. 27-én kéne aláírni, de azt nem fogják. Jövő héten biztos. Beszéljünk erről, mert egyfelől sok helyen megfúrták. Úgy tűnik, hogy nem lesz belőle semmi, másrészt meg nem nagyon értem most még így hirtelen a magyar álláspontot. Miért fúrják, miért mondtuk azt, hogy teljes melszélességgel? Hát azt talán nem, de nem nagyon mentünk belőle. Köszönjük szépen a figyelmüket, jövő héten a szokott időben találkozunk, a viszontlátásra.